jönnek az illetékesek, nem a hasamból beszélek, hanem azt akarom, mindenki munkához jusson, mindenki megfelelő ellátásban részesüljön, mert nekünk a segélyekből a mit tudom én nem kell. Mi, ha jeget törnek a hátunkon, akkor is kibírjuk, meg vagyunk elégedve vele a vezetőséggel, ezért is jöttünk össze, ezért is jött hozzánk el ez a vezetőség, hogy igenis nyilatkozzunk, mindenkinek fogok adni szót. Macsay Vajda lelkesítő szavakkal készítette fel az újtelepi idősek klubja nagytermében összegyűlt romákat április 25-én. Immár harmadik alkalommal invitálták őket kerekasztal beszélgetésre a Cigány Tudományos Művészeti Társaság püspökladányi vajdái. Ezen a rendezvényen az illetékesektől azonnali válaszokat kaphattak az őket érintő kérdésekről, és a problémákra közösen keresik a megoldást. El szeretném mondani, hogy egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, én megértem az önkormányzatot is, hiszen azon vannak és azon dolgozunk, hogy munkát tudjunk szerezni ezeknek az embereknek. Rövidesen közmunkaprogramok jönnek létre, szeretnénk létrehozni olyan dolgot, hogy vannak kertes házak, kertes utcák, ezeket fel szeretnénk ásni, vetőmagot, kis csirkét, katyákat, és ha minden jól megy, ahogy én javasoltam, minden háztartásbeli embereknek 3 kis malacot szeretnék adatni. Van ez a 3 millió forintos visszanemtérítendő támogatás pályakezdőknek, ezt szintén el szeretném mondani, hogy ezt igen, igényt szeretnénk erre tartani, olyan értelemben, hogy konzultáltam és tárgyaltam ebben az ügyben. Vajda úr az új kapitányt akarja bemutatni nekünk, és a pályázatokat, és a cigányok előre segítését kérnénk, hogy munkát, jószágot, földet és béke legyen a falunkba, vagyis a városunkba, ne legyen bűnözés. Erre vigyázunk a gyerekekre, a fiatalokra, mert ugye mi idősebbek vagyunk, és vigyázunk a gyerekekre, hogy ne legyen baj, ne legyen bűnözés, ne legyen betörés. Azért akartuk most, hogy ez a gyűlés itt meglegyen, és az új kapitányra ma fogják bemutatni. A kerekasztal beszélgetés természetesen Macsay Vajda nyitotta meg, majd átadta a szót Dombi Imrénének. Polgármester asszony tájékoztatta a romákat arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy az itt élő emberek szeretnének állattenyésztéssel foglalkozni, ehhez kérik a támogatásukat. Természetesen ezt a megkeresést utána tárgyalások követték, és kialakult egy olyan fajta elképzelés, hogy én úgy gondolom, hogy ha önök is úgy akarják, akkor tudunk ebben is együttműködni. A részletekről majd a polgármester úr fogja önöket tájékoztatni. Én úgy gondolom, hogy ehhez az szükséges, hogy többször üljünk le, akár a vezetőséggel, vagy akár önökkel, tehát akik éppenséggel akarnak ezzel az állattenyésztéssel foglalkozni, mert konszenzus kell, hogy keressünk ezzel kapcsolatban, de én mindig azt szoktam mondani, hogy tehát kell az az alulról jövő kezdeményezés, amikor az emberek mondják el, hogy mire képesek, mit szeretnének elvégezni, tehát ehhez kellenek önök is. Én azt gondolom, hogy a továbbiakban ezt a fajta egyeztetést ezt folytatnunk kell, mert lehetőség van rá, pályázni lehet, be lehet adni a nemzetiségi önkormányzatnak is, be lehet adni pályázatot, civil szervezeteknek is, egyesületeknek is, és én úgy gondolom, hogy ezekkel a lehetőségekkel élnünk kell. Élni kell tehát minden pályázati lehetőséggel, hiszen a településünkön élő legszegényebb rétegnek van a leginkább szüksége a támogatásra, a munkahely teremtésre, hogy el tudják tartani a családjukat. Munka lehetőség nincsen, egyáltalán hiába megvan nekik az iskolájuk, kiárták az egész osztályukat, mindenüket, 8 gimnazistákat járnak, munka lehetőség egyáltalán nincsen. Nem tudnak elhelyezkedni, ezt kéne nekünk, a ladányi cigányunk, mint régebben is volt. Mivel hogy mondják, hogy cigányok nem szeretnek dolgozni, nagyon szeretnek dolgozni. Szeretnek, és világéletükben dolgoztak a cigányok. Úgy dolgoztak, bejártunk vonattal, Budapestre jártunk be, Izzóba dolgoztunk, gyárakba, építőiparokba dolgoztunk,
szeretünk dolgozni. Csak nincs munkalehetőség egyáltalán, itt a gond. Sajnos elég szegényesen élnek. Mindannyian azon vannak, hogy valami módon átvészeljék azt az időszakot, amikor ilyen gazdasági körülmények között kell élnünk. Hát bízunk benne, hogy ezzel tudunk majd változtatni. Hát nem könnyű, tehát mivel tudjuk azt, hogy munkalehetőség szinte egyáltalán nincsen. A közmunkaprogram az, amiben időszakosan tudjuk őket foglalkoztatni. Hát bízunk benne, hogy a kormányok a jövőben megfogja talán erre is a megoldást. A közmunkaprogramok csupán átmeneti megoldást jelentenek, ám az önkormányzat azon is dolgozik, hogy élhetőbb környezetet teremtsen az új telepen. Kis Zsigmond alpolgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szennyvíz csatorna kiépítésével kapcsolatban kiírták a közbeszerzési pályázatot a kivitelező személyére, és amennyiben a versenyhivatal elfogadja, néhány hónapon belül kezdődhetnek a munkálatok. Az élhetőbb településhez természetesen hozzátartozik a megfelelő közbiztonság. Ehhez kérte a romák támogatását Dr. Tóth Ferenc rendőrkapitány. Önöknek részt kell vállalni abban, hogy a közbiztonság jó legyen. Hadd csatlakozzak rá arra, amiket itt az előbb hallottam. Hallottam segélyekről, felzárkóztatási programokról, különböző adományokról. Engedjék meg, hogy egy kicsit keményebben fogalmazzak. Adomány, segély, szociális juttatás annak jár, aki a szabályokat tiszteletben tartja. Alanyi jogon nem jár senkinek. Tessenek megérteni, hogy attól, hogy önök romák, attól nem jogosultak csak úgy arra, hogy megkülönböztető bánásmódban részesüljenek. És igaz ez a rendőri munkára is. Nyilván fordítva is. Attól, hogy önök romák, nem részesülhettek hátrányos megkülönböztetésben. Erre intem valamennyi kollégámat is. Közel 1700 bűnügyet dolgoz fel egy évben a püspökladányi rendőrkapitányság. Ennek jelentős része, mintegy 70%-a vagyon ellen irányul. Ezen belül van megélhetési bűnözés is, de rendőrkapitány úr hangsúlyozta, nem tesznek különbséget az elkövetők között. Aki a szabályok ellen véd, bűncselekményeket követel, az összes lehetséges törvényes eszközzel szankcionálni fogják. Nem fogom tűrni, hogy egyes bűnelkövetésre szakosodott emberek megkeserítsék az önök vagy más törvénytisztelő állampolgároknak az életét. Kérem, hogy ezt fogadják el tőlem, és kérem, hogy a környezetüket is ez irányba inspirálják. Terjesszék azt, hogy a püspökladányi rendőrkapitányság minden törvényes eszközt be fog vetni a bűnelkövető személyekkel szemben. A törvénytisztelőket békén fogjuk hagyni. És igenis, segíteni fogjuk a felzárkóztatásukat, a beilleszkedésüket, és ennek nagyon jó példája az az együttműködési megállapodás, amit nemrégiben írt alá a Roma Szövetség, olyan körülmények között, amely igen nagy megtiszteltetés lehet bárkinek, hiszen Debrecenben a megyeháza Árpád termében köttetett ez a megállapodás. Tehát a rendőrség is felismerte, hogy megoldást kell találni a romák társadalomba történő beilleszkedésére. Az együttműködési megállapodás többek között azt is tartalmazza, hogy az arra méltó roma fiatalokat támogatni fogják abban, hogy akár rendőrök lehessenek. Egyrésztről nagyon komoly megélhetési gondokkal küzdenek. Nyilván a térséget rendkívüli módon sújtja a munkanélküliség, és ez a romákra különösen hátrányos. Feltétlenül foglalkoznunk kell ezzel, mert ez valóban probléma. Együtt kell működnünk a vezetőikkel, és együtt kell működnünk a roma kisebbséggel, és megpróbáljuk ezeken a fórumokon keresztül is kezelni ezt a problémát. Részt veszünk abban a felzárkóztatási programban, amely megpróbálja őket integrálni, megpróbálja ők a beilleszkedésüket segíteni. Roma összekötőket neveztünk ki, együttműködési megállapodást kötöttünk velük, és többek között megpróbáljuk őket a rendőrség keretein belül is ellátni feladatokkal. Gondolok itt arra, hogy arra alkalmas fiataloknak a rendőri pályát bemutatni, esetlegesen a pályaválasztásuknál motiválni őket ez irányba.
Kapitány úr beszéde után Szilágyi Erika a bűnmegelőzésről, ifjúságvédelemről és a droghelyzetről tartott előadást. Felkérte a megjelenteket, hogy mutassanak jó példát gyerekeiknek, tartsák be a szabályokat és a konfliktusokat ne erőszakkal intézzék el. A romákat leginkább érintő probléma azonban a munkalehetőség hiánya, amely megoldásához első lépés a szakma megszerzése. Ehhez nyújt támogatást a munkaügyi központ, hiszen nagyon sok roma csupán a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Az, hogy valaki jelentkezik még egy képzés, az nem azt jelenti, hogy be fog kerülni. Tehát van egy alkalmassági vizsgálat, egészségügyi, és van egy elméleti alkalmassági teszt is, amit ki kell tölteni. És amennyiben megfelelnek a feltételeknek, részt tudnak venni, bekerülnek. Azt is tudniuk kell, hogy ezek a képzések, amelyek meghirdetésre kerülnek, jellemzően Debrecenben és Veretyóújfaluban kerülnek megszervezésre, tehát be kell járniuk. Azt tudniuk kell, hogy az úti költséget 90%-ben térítjük, tehát a lakóhelyétől és a képzés helyéig való elutazásban 90%-ban tudjuk segíteni önöket. A tanfolyam teljes díját fizetjük, tehát 100%-os támogatás, és a tanfolyam idejére nettóban nettó összeget mondok, tehát amit készhez kapnak, 34.500 forintos keresetforró juttatás jár. A munkaügyi központ tájékoztatója után Petőné Pap Margit vázolta fel a többcélú nevelési és oktatási intézmény helyzetét. Főigazgató asszony örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 115 első osztályossal kezdik a következő tanévet, valamint elmondta, hogy a tagintézmény a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanulók érdekében pályázni szeretne. Végül a segítőkezek szociális szolgáltató központ munkáját Rácné Hegedűs Ilona megbízott igazgató mutatta be. Az intézményen belül működő családsegítő szolgálat tevékenységeiről pedig Musduci Tiborné tartott tájékoztatást a megjelenteknek. Itt családoknak és egyéneknek nyújtanak tanácsadást a szakemberek, a család támogatásokhoz és egyes nyugellátásokhoz való hozzájutást segítik, valamint komplex családgondozást végeznek. Az előadásokat követően a kerekasztal beszélgetésen megjelent romák is feltehették az őket érintő kérdéseket. Az idős András bácsi napjait a kertjét keresztező szabad csatorna bűze keseríti meg, ebben kérte az illetékesek segítségét. A gödröt legyenek szívesek betemetni, mert jön a nyár, bűzösség van ott, nem tudnak a szomszédok eljárni onnan. András bácsi megnyugtató választ kapott Kis Zsigmondtól, és Macsay Vajda is ígéretet tett arra, hogy minél előbb orvosolni fogják ezt a problémát. Erre én garanciát vállalok mondani, hogy rövidesen embereket teszek oda, polgármester azt, hogy egyedíjatni fogja, és a kellő munkálatokat el fogjuk végezni jövő héten, elfeje után. A következő felszólaló megélhetési gondokkal küzd, mivel rosszul töltött ki egy űrlapot, elvették a nyugdíját. Ha nem dolgozunk, akkor a bűncselekmény csak biztos, hogy csak egyre jobban jön. Fizetés nélkül vagyunk, sajnos elvették a nyugdíjakat, polgármester asszony. Kovács Kármét is elvették, a feleségemét is elvették, az enyémet is elvették. Sajnos, mert nem jókarikáztunk ezt a bizonyos papír, nyilatkozatot, és most pénz nélkül hogyan lehet megélni? Fizetés nélkül semmi nélkül. Válaszában polgármester asszony felhívta a felszólaló figyelmét, hogy az önkormányzat egyik intézménye a segítőkezek, ezen belül is a családsegítő szolgálatnak a feladata, hogy segítsen az űrlapok kitöltésében. Macsay Vajda felajánlotta, hogy ha van olyan, aki nem tud elmenni a Szent István utcára, saját autójával elviszi az új telepen élőket. A kerekasztal beszélgetésen mindenki választ kapott a kérdésére az illetékesektől, és a jövőben is fog, hiszen a továbbiakban is minden negyed évben szeretnék megszervezni ezt a találkozót.